próbálnak mindig zavarba hozni akkor, amikor egy sportolót ültetnek be ide a stúdióba. Ráadásul aki nem csak olyan sportoló, hogy sportolom, még jól is néz ki. Czanik Balázs a vendégünk, jó reggel. Jó reggel. Akkor ma kemény reggelet van a Gajdos, a Balázs. Nem, de ugye egy évvel ezelőtt is beszéltünk arról, hogy hát ugye te próbálsz mindenkit meg alakreformálni, és ugye nyáron meg ráadásul van egy program, ami abszolút ugye hozzád kapcsolódik. Rajtad egy év alatt történt a változás, Balázs? Kezdjük ezzel. Én azt gondolom, hogy igen, mert azóta nagyon sok mindent csináltunk. Tehát elindult a nemzetközi karrierem is, hál' Istennek. Most már 12 országban tanítom ugye a capoeira aerobikot, de azért folyamatosan, hogyha ma a testalkatra gondolsz, akkor folyamatosan edzünk, hogy azt jó formában legyünk. Azt akartam mondani, hogy izmosabbnak tűnsz most, függetlenül attól, hogy egy ilyen fekete ing van rajtad. Pont azért, mert tudtam, hogy jönni fogok, és biztos voltam benne, hogy megkérdezett. Nem, egyébként tényleg azon, hogy most nagyon sokat edzettem azon kívül, hogy ugye csinálom az aerobikus mozgásformákat, mert nagyon sokat súlyzoztam, pontosan azért is, hogy jó strandformába kerüljek majd, hogyha indul ez a rócsó. Na, és ha capoeira aerobik, akkor a strandon mondjuk mit láthat az érdeklődő közönség? Mondjuk a Robinak milyen mozdulatokat kéne végrehajtania, hogy a nyomodba érhessen? Ha bármit meg tudok csinálni, vigyázzatok! Igen. Egyébként nagyon sokféle mozgásforma van, tehát én nem csak kimondottan a saját ugye, brandemet, ugye a capoeira aerobikot viszem, hanem ezen kívül van zumba, piloxing, illetve rengeteg más mozgásforma. De a capoeirából valamit mutathatna a Balázs. Aki csinálhatunk abszolút belőle. Tehát itt, de itt meg tudjuk csinálni? Mert... Sőt, igen, még abban a cipőben is tudod. Tehát abszolút meg lehet csinálni ezeket a gyakorlatokat. Gondolom, fel kell állni, persze. Ugye? Melyik legyen a helyünk? Az ott hátul mondjuk. Így, gyere ide, és csak ne esd le innen, jó? Jó, annyi, én nagyon egyszerűt fogok mutatni. Beállunk egy sima... Várja, várd meg a kamerákat, amíg megtalálnak minket. Igen. Beállunk egy sima terpeszállás. De most szállás. Olyat mutass, amit majd ott a strandon is mutatsz az embereknek. Persze, a legegyszerűbben kezdjük, mit szólsz hozzá. Jó. De nagyon egyszerű lesz, hogy ilyen testsúlyát helyezéses mozdulatot csinálunk. Jó, hát ilyet a Schobert Norbi szokott, igen? És akkor oldalra megy hozzá. De próbáld ritmusba tolni. Igen? És persze akkor belecsapsz a tenyerembe, közben lenézünk. De így a kövel? Másik kézzel, és másik kézzel és tenyérre. Ja, így? És közben mosolygunk le a lányoknak, ugye igen? A színpadról, igen, tudod, hogy valami kommunikáció legyen. És ebből csinálunk ilyen mozdulatokat, majd ebből csinálunk párosokat. Persze itt állok, és közben kommunikálok, hogy gyertek, csináljátok az, velünk együtt. De olyat mutas, amivel mondjuk az erőléti, mert jó erőben vagyok, de hogy... Érted, ez tehát az erőléti gyakorlatokhoz kapcsolódik. Azok inkább a talajgyakorlatok vannak, csak arra viszonylag kevés a hely. Na, gondolod, kipróbálhatjuk, egy sima plank lesz, úgy lemegyünk fegyőtámadó. Azt nagyon szeretem csinálni, a planket. Igen. Én abból 40 másodpercet tudok csinálni, képzeld el. Na gyere, Marika, gyere, hát ne kamuszál. Mert beállítanak előtte, alkartartás. Igen. Alkartartás, megvan? Meg, hát csinálj. Már eltelt 10 másodperc, gyerekek. Meg tudsz tartani? Meg. És akkor én így simán fekvő támaszkozok rajtad. Én mosolygok, nekem ez semmi. De ne eredd be a csípődet, az nem ér. Jó, az most belefért, mert most csak gyakoroltunk, tehát most nem a nagy színpadi fellépést csináltuk, hanem az alapokat. De elfáradtam egy picit. És még a fecskét nem képzeltük hozzá, mert ugye ez egy strandon van. Természetesen igen, meg ugye azt sem... Balázs, csak vissza kell rendeznem a stúdiót is. Ez is egy egyszerűen. Meg azt se tettük hozzá, hogy ezt 20 állomáson keresztül kell csinálni, ugye nem csak egy alkalommal, úgyhogy folyamatosan akkor jönnöd kell. Figyelj, azt mondd meg nekünk, hogy amikor az ember tudja azt, hogy közeledik a nyár, bár pedig ezt tudjuk. Mi az az időpont, amikor tutira, mondjuk június közepére az embernek mondjuk olyan teste lesz, hogy vállalva önmagát, kimerjen menni a strandra. Mikor kellene ezt elkezdeni? Általában azon, hogy ezt szoktam javasolni, hogy egész évben mozogjanak. Jó, de... De általában az embereken április, március vége, április elején szoktak elkezdeni, akkor térnek észhez. De van olyan, aki mondjuk júniusban szól, hogy két hét múlva kéne a strandforma. Na, és lehet olyat csinálni? Két hét alatt a strandformát? Hát nagyon nehéz, de ha valaki odafigyel a táplálkozásra, akkor ezt nagyon hamar el lehet érni. Például a vízvesztés gyorsan lehet elérni, zsírvesztés az egy kicsit lassabb. Máshogy kell a melegben edzeni? Természetesen igen. Mondjuk egy igen. Strandon, tehát, hogy... Fú, egész... Itt elég 20 fokban, meg egész kivelegettem. Egyébként azt javasolnám mindenkinek, hogyha ugye szabadban mozgunk, de bármilyen mozgás esetében is nagyon sok folyadékot vigyünk be, főleg amikor ugye például 30 fok lenne, legalábbis remélem, hogy most annyi lesz a hétvégén, akkor mindenféleképpen sok folyadékot és kell fogyasztani. És nem a sörre, meg a fröccsre gondolsz? Természetesen csak a vízre. De innentől kezdve azt gondolom, hogy elindul egy nagyon jó folyamat, mert mi pont azért megyünk a rócsókra, egyébként az edzőimmel, meg a dietetikusokkal, hogy mindenkinek elmondjuk ezeket a trükköket, praktikákat, hogy hogyan lehet jó formába kerülni.
És vevők a strandon erre az emberek? Mert ott a lángos, a palacsinta, a hek, nem az a környezet, ahol az ember az egészséges életmódra de. Gondolnám. Egyébként nagyon érdekes, mert az emberek... Most már de. Igen, és egyre jobban nyitottak rá, és a magyar társadalom is egyre többet mozog. Egyébként észre lehet venni a futónapokon, ugye a biciklis napokon, ugye a szabadtéri rendezvényeken, vagy úszásokon, vagy bármi egyébként. Én azt gondolom, hogy Magyarország nagyon jó irányba halad. Tehát sokat dolgozunk az edző kollégáimmal azon, hogy effektíve mindenki valamilyen szinten mozogjon. Tehát nem csak a kapuérőbikot, hanem bármilyen más mozgást. Igen, egyébként pont azt akartam mondani, hogy ugye mi Bélatelep, tehát ugye Balaton déli part, ugye nekünk ott van egy picike nyaralunk, és én már évek óta beállok mindig a lányaimmal, mert van ott a Bélatelepi strandon egy röplabda pálya, ilyen strand röplabda, és beállok mindig játszani, de nem sokat engednek. Ugye, mert hát nagyon jó vagyok a gyerekekhez aha. képest, tehát, hogy mindig én győznék. Nem azt mondják, hogy apa hamar elfáradt, pihi. És akkor azt mondja, jól leülök fröccsözni. Igen, igen. De tényleg föl lehet állítani, és ahogy te is mondasz, hogy a családokat viszont nagyon könnyű megmozgatni. Tehát nagyon sok esetben van, amikor például nem állnak be az elején, de ugye amikor fölmész a színpadra, akkor ugye szóltam szólni az apukáknak, az anyukáknak, hogy hozzák ide a gyermekeiket, és akkor egy ilyen közös mozgást szoktunk kialakítani. És egyébként nem titok, hogy van, amikor ugye több százan is beállnak ezekre a mozgásokra, és azt látom, hogy az aktivitás viszont nagyon nagy. Mert ugye viszünk mellé egy ilyen kicsi expót, ahol mindenki kérhet ugye életmódtanácsokat, étrendet, táplálkozási tanácsokat, minden egyebet, és akkor ők általában oda jönnek. Tehát még az is, aki nem tornázik, még azt is sikerül valamilyen szinten megérinteni. Jó, és most a közeljövőben hol bukkansz föl? Mondjunk hát most pénteken ugye a Zsórifürdő leszünk, Mezőkövesden, utána szombaton megyünk Bogácsra, vasárnap pedig Belegfürdő leszünk. Hú, de megyünk jó. A balatoni régióba is majd, akaratjára is Füredre fogunk menni. Tehát hol lehet ezt nyomon követni, Balázs? Vagy éppen mi a következő állomás? Akár a Facebookon, vagy bármilyen fórumon mindenki megtalálja ezeket az infókat. És ott hogy készüljenek az emberek, hogy ez egy ilyen órás, 60 perces buli? Mi szoktuk csinálni, hogy 10-től általában 4-ig van a program. Folyamatosan mindig kitől, más. Mindig más van, és ugye nem csak én tartok edzés, hanem rengeteg edző kollégám. Illetve nagyon sok bemutatót tartunk, vannak gyerekfitness bemutató, karate bemutató, kapuéra bemutató, hastánc bemutató, esetleg egy jót verkre. Meghívnának, hogyha gondolkodom, szerintem. De rengeteg hasznos dolog van egyébként azon kívül. Azt kell volna itt megmutatni. Én ez a prank, ez egész jól ment. Én úgy éreztem. Ez már az, amikor jól megy? Hát miért nem ment? Miért rosszul ment? Úgy láttad? Jó, mondjuk én úgy plenkelek, hogy a Balázs nincs a derekamon, az tény. Maradjunk annyit, hogy senki nem... Nem, szoroz, nem? Azt senki, senki nem látta, hogy szokott te plenkelni, mert bemondani be lehet minden. Az edzőm látja. Ő igazolja. Azt sem tudjuk, hogy van edzőt. Balázs, nagyon szépen köszönjük, én hogy köszönöm. Itt voltál. Köszönjük szépen. Bízunk benne, hogy ezt a pár másodperces edzéstervet, amit itt megmutattunk, nagyon sokan milliók fogják nézni pacsi, innentől kezdve. Pacsi, a pacsit, igen, meg a jobbra-balra tesó helyezés, igen, és sok sikert. Köszönöm köszönjük szépen. Szépen.